Jézus Krisztus személye, egész alakja, teljes földi működése, mind-mind misztérium, mélységes, mély misztérium. Erről a misztériumról, Jézusról szóló ismereteinknek elsődleges forrása pedig a négy evangélium. Már most miért vannak ezek négyen? Már maga az misztérium, hogy miért van éppen négy kánoni evangélium, és nem pedig egy, vagy sok. Miért nincs egyetlen olyan forrás, amely minden fontosat magában foglalna Isten fiáról, Jézus Krisztusról? Miért? Vagy ha már több van, miért van pont négy, és nem öt, vagy hat, vagy még több? Hát igaz, ami igaz, mind a kettővel próbálkoztak már a régiek. Tatianos, szír egyházatya, Tatianos. Krisztus után 170 körül egyetlen szuper evangéliumot hozott létre, aféle szabályos Jézus életrajzot próbált összegyúrni a négy kánoni evangéliumból, és ez volt az úgynevezett Diatessaron, Diatessaron a címe, amely azonban zömmel csak töredékekben, fordításokban maradt fenn. Lukács, tehát ez az egy evangélium. Ami a sok evangéliumot illeti, Lukács az ő evangéliuma elején elmeséli, hogy sokan próbálták leírni Jézus történetét, sok ilyen evangéliumszerű, evangélium műfajú irat létezett már az ő idejében, vagyis a 80-as években, és később is. Ezek az apokrifek. A Tamás evangélium, Péter evangélium, a Nazarénusok, a Héberek, az Egyiptomiak evangéliuma, a Jakab evangélium, és így tovább. Na most, amikor az egyház kanonizálta az iratokat, megállapította, hogy melyek tartalmazzák hitelesen Isten szavát, a kinyilatkoztatást, hogy tehát melyek sugalmazottak, és melyek pedig nem sugalmazottak, akkor négyet fogadott el hitelesnek a lukácsi sok közül, négyet. És azóta négy kánoni sugalmazott evangéliumunk van, és nem több, nem kevesebb. Miért, kérdezem újra? A szokásos válasz szerint azért, mert az összes többiben volt valami olyan vonás, ami miatt az egyház eretneknek, helytelennek, vagy hát legalábbis kevésnek ítélte őket, vagy egyoldalú képet festettek Jézusról, vagy olyasmit tartalmaztak, amiket a kegyes képzelet talált ki, például Jézusnak a gyermekkori csodáiról és hasonlókról, és a hitelesség próbáját pedig csupán ez a négy evangélium állta ki. Máté, Márk, Lukács és János. Tehát ezt mondják, és nyilván ez így is van. De a lényeg az egy misztérium, itt is, már a négy evangéliumnál is, egy misztérium, először is. Mi az, hogy evangélium? Nem érdemes, meg nem is fogok hosszadalmas fejtegetésekbe bocsátkozni arról, hogy mi mindent gondoltak és neveztek evangéliumnak az első századi pogányok. Meg arról sem, hogy mit jelentett a szó héber megfelelője a zsidók számára. Tehát erről nem beszélek, hanem az euangelion, evangélium szóban az eu előtag jót jelent, azt jelenti, hogy jó, az angelos pedig angyal, hírnök. Tehát euangelion, evangélium, jó hír, jó hír mondása. De ez három dolgot jelent, hogyha jobban megnézzük. Egy. Először is az evangélium a jó hír maga Jézus Krisztus, és minden, ami benne van. Minden, amit mondott és tett, egy szóval az evangélium azonos az ő teljes személyével. Egy. Kettő pedig,
Másodszor az evangélium szó cselekvést is jelenthet, a jó hírnek a hirdetését. Harmadszor az evangélium egy irodalmi műfaj. Szaknyelven egy irodalmi műfaj. Az a négy irat maga, tehát maga a négy irat, amelyeket így nevezünk. Mindez pedig azt jelenti, hogy ha az evangélium maga Jézus Krisztus, akkor ahhoz, hogy őt, mint jó hírt hirdesse az egyház, hát ehhez valami titokzatos okból nem egy, hanem négy darab, négy evangéliumra volt szükség. És ezek pedig olyan vadonatúj formában, új műfajban lettek megírva, amely műfaj korábban egyáltalában nem létezett, nem? Nos, tehát akkor miért van éppen négy evangélium? Kezdem újra onnan, hogy az új szövetség felosztása követi az ószövetséget. Csodás módon. Mert ez a hasonlóság és megfelelés csak részben volt tudatos emberi szándék. Főleg és elsősorban viszont Isten intézkedett arról, hogy a két szent gyűjtemény, Ószövetség, Újszövetség, így rímeljen egymásra. Hát az Ószövetségben ugye van négyféle irat. A Tóra, vagyis törvény, Mózes öt könyve, ez az első. Aztán a történeti könyvek, a bírák koráról, majd a királyok koráról, és így tovább a történelemről. Három pedig vannak benne bölcsességi iratok, prédikátor, példabeszédek, bölcsességkönyve, stb. És végül vannak a prófétai könyvek. Na már most az új szövetségben pontosan ilyen részek vannak. Az Ószövetség lett a minta az új szövetség szerzői számára, akik a sugalmazás alapján fölismerték, hogy éppen ezek azok a beszédformák, ahogyan Istenről, meg az ő dolgairól beszélni lehet és kell. Mert ugye már az Ószövetségben is ilyen formákban beszéltek őróla. Szóval követték a mintát. Mózes öt könyve volt mindennek az alapja. Ennek felel meg a négy evangélium, amelyek viszont a mi hitünk alapját adják. Az ószövetségi történeti írásoknak egy könyv felel meg, az újszövetségben az apostolok cselekedetei. Arról, hogy hogyan folytatódott Istennek, Krisztusnak a műve az egyház első időszakában. A bölcsességi könyvek megfelelői az újszövetségi levelek, Pál és a többiek hit tapasztalatait tartalmazzák ezek. És a krisztusi élet gyakorlatában igazítanak el, a mai napig ugyanúgy életbölcsességet adnak, és nem filozófiát, tehát életbölcsességet, mint a zsidó bölcsességi iratok tették. Aztán végül az Ószövetségben 16 darab prófétai könyv olvasható. Négy nagy proféta, 12 kis proféta. És ennek az Újszövetségben egyetlen egy könyv felel meg, amely az Újszövetség egyetlen tisztán profétikus irata, ez pedig a Jelenések könyve. Szóval ez a rend, ez a négyes rend és megfelelés, tehát már maga is csodás, titokzatos és szépséges, röviden misztérium, már a négy evangélium is. Na most már, ami ezeket illeti, természetesen mind a négynek a középpontja Jézus Krisztus és az ő abszolút tette vagy műve, az egyház. Az a hely, az a közeg, az a társaság, ahol és akik között ő, Krisztus, továbbra is jelen van és cselekszik. Ezt kellett neki megalkotni. Ám ezen belül mind a négy, mindegyik evangélista más és mást emel ki. Máshová teszi a hangsúlyt, és akkor így négyen adják Jézus Krisztusnak a teljességét. Hát lássuk ezt sorra. Máté főként
zsidó keresztény, tehát zsidó származású keresztény, gyülekezeteknek írta az evangéliumát. És önáll a Jézus ezért elsősorban Izraelnek a messiása, Izrael reményének beteljesítője, a legnagyobb izraelita, Dávid fia. Minden, amit tett Jézus, meg ami vele történt, az azért volt Máténál, hogy úgymond beteljesedjék az írás, az ószövetségi szentírás. Máté azt írja le, hogy micsoda volt, és milyen volt az a gyökér, az eredet, a forrás, Izrael, amelyikből megszületett a kereszténység, az egyház. Ő tehát Izraeltől tart az egyházhoz. Ez Máté. Lukács pont fordítva. Ő pogány származású ember volt, pogány keresztény közösségeknek írt, és ezért a fő hangsúlyt másra teszi, a pogány emberiségre. Arra teszi, hogyan teljesedett ki Jézus műve az emberiség, az egész emberiség családjában, a pogányokban. Ezért lett éppen ő az apostolok cselekedeteinek a szerzője is, amely azt mondja el, tehát ez a mű, hogy miként terjedt el csodálatos sebességgel ez az egyház az emberiségben, mármint az akkor ismert lakott világban, az oikumenében. Máté és Lukács különbségére sok minden jellemző, de például Jézus két családfája. Máté zsidó keresztényeknek írva, ugye Ábrahámtól, a zsidóság ősatjától kezdi el a családfát. Lukács nem. Ő Ádámtól kezdi el, az emberiség ősatjától. No, egy szó mint száz, ők ketten, Máté és Lukács, alkotják Jézus történetének a földi, mármint úgy értem földrajzi, visszintes, horizontális síkját. Visszintes sík. Márk áton megint teljesen más. Ő egy olyan gyülekezetnek írt, amely üldöztetésben élte mindennapjait. Ezért nála az ember Jézus áll a középpontban. Az a Jézus, akit élete vagy nyilvános élete első percétől üldöznek. Mint ahogy ezt a márki gyülekezetet is. Az ember Jézus áll a középpontban, akiben senki sem ismeri fel Istent, hanem folyton kérdezgeti, kicsoda ez, és nem ismerik fel. Márk Jézusa a szenvedő ember, hát ezért nem ismerik fel, aki leszáll a szenvedés legmélyebb mélységébe, aki már a második fejezetben szenvedéséről és haláláról profétál, akinek halálos ítélete már készen van a harmadik fejezet 6. versében. Mert, írja Márk, ellenségei összetanakodtak, miképpen veszeltsék előtt. Tehát már a legelejétől kezdve ez van. A 4. János, a mélyszavú teológus író, Jézust, mint Isten fiát és Istent állítja evangéliuma központjába. Már legelső szavával a prológusban kimondja, hogy Jézus Isten igéje, maga Isten, aki lejött a földre, testet öltött, és akinek övéi meglátták, felismerték isteni dicsőségét, már az első tettével a kánai mennyegzőn kinyilvánította ezt az isteni dicsőséget. Ha Máté és Lukács, ahogy mondtam, Jézus személyének visszintes, horizontális síkját jeleníti meg, akkor Márk és János viszont a függőleges, a vertikális síkot a magasból, a mennyből, az istenségből, le a mélybe, a földre, az emberi lét mélységébe érkező Jézust. Tehát ez a kereszt alakzat, ez így megvan gyönyörűen. Az evangélisták mindannyian az egy Jézus sokféle arcát szemlélik. Ez a sokféleség pedig belefér
a négyes sémába, a visszintes és függőleges erővonalakba. Jézus Izrael fia, Máté. Jézus a pogányok üdvözítője, Lukács. Jézus az üldözött, szenvedő ember, Márk. És Jézus Isten fia, János. A négy evangélium, tehát a kereszt két irányát formázza, a visszintes gerendát, Máté és Lukács, a kereszt függőleges szárát meg, Márk és Jézus. Hogy véletlen ez, vagy nem, hát fogalmam sincs, nem tudom. De azt tudom, hogy ez megint olyan dolog, aminek van egy emberi összetevője, meg egy isteni összetevője, mint ahogy maga Jézus Krisztus is ember és Isten, Isten és ember. Van neki emberi összetevője, mert a szentírók csak egyszerűen a maguk és gyülekezetük akkori konkrét élethelyzetére tekintettel írtak, épp úgy, mint hogy írtak. Ez az emberi rész. És van isteni összetevője, mert Isten mégis úgy használta fel ezeket az emberi körülményeket, úgy alakította a dolgokat, hogy a négy, ez a visszintes és függőleges, amit az evangéliumok kirajzolnak, ez tegye ki az ő szent fiának teljességét. Na, ez a misztérium. Ez a misztérium. Az evangéliumok ilyetén alapbeállításának felel meg azután minden részlet. Erre most csak két példa. Vegyük a négy evangélium különféle Jézus portréit. Itt van a korai egyház. Helyzete emberileg teljesen kilátástalan. Kislétszámú, gyönge, egyáltalán nincs beágyazódva kora társadalmába. Kilóg mindenhonnan. Hatalmas pogány és zsidó emberóceán közepén él, és nincsen még egyelőre, nincs szervezett intézménye. Végül pedig üldözött. Na hát ilyen az egyház. Most nekik ebben a helyzetben okvetlen, ugye belátjuk, mindenképpen tudniuk kell, hogy micsoda, kicsoda az alap ahhoz, hogy még így is megmaradjanak, és kitartsanak, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Nekik ezt tudni kell. Máténál rabbi, tanító, aki tanítja az embereket egy gyökeresen új mennyei életvitelre. Lukács Jézus a apostol, vagyis küldött, aki az atya megbízásából megy, és nem áll meg. Lukács Jézus a állandó mozgásban van, mint küldött. Márk Jézus a példakép a gyülekezetnek a szenvedés tűrésére. Végül Jánosnál Jézus, Isten, Isten, akinek minden szava isteni, odafentről való beszéd. Na most a valódi Jézus pedig nem az egyik vagy a másik, hanem mind a négy egyszerre. Ugyancsak a négy evangélium négyes egyetlen Krisztusának felel meg az a mód, ahogy az egyes evangélistáknál Jézus megkezdi nyilvános szolgálatát. Az evangélisták nem a maguk kútfejéből, hanem a sugalmazás következtében, mint írók, sőt, mint írás művészek is, hát ugye zseniálisak voltak, ezt lássuk be. Úgy írták meg műveik elejét, hogy már a kezdet villantsa csak fel a központi mondanivalót, a lényeget. Hát az világos, hogy mind a négy a szenvedéstörténettel éri el a végét és csúcspontját, amit nagyon hasonlóan is mondanak el, mert a szenvedéstörténet, a kereszt, a feltámadás volt az, amit az ősegyház nyomban az első perctől élő szóban hirdetett. Na most eddig ugye egyforma, de az út, ahogyan és amiért Jézus eljutott a keresztig, az különféle négyüknél. Miközben, tegyem hozzá megint újra, mind a négy szintiszta igazság, és mind egyszerre igaz.
Nos, ez a halálba vezető ok, amely más Máténál, más Márknál, meg a többieknél is más, ez már az első perctől jelen van. Szóval úgy írják meg ezt a dolgot, hogy már az első perctől jelen van a halálra vezető ok benne a levegőben. Veszem megint sorra. Máté Jézusa a hegyi beszéddel lép fel először nyilvánosan. Jézus a rabbi, a tóra tanító, a törvényre tanít, csak egészen másképp, mint korábban, vagy mint rabbi társai. Amit ő tanít a törvényről, az ilyen nagyon érdekes. Egyszerre nagyon radikális, nagyon szigorú, ugyanakkor rögtön ott van emellett a totális kegyelem. Szigor és kegyelem egyben. Isteni tekintélyével magyarázza ezt, mint Isten eredeti akaratát a Tórával. Hogy Isten ezt akart eredetileg. Mondatott a régieknek, ez és ez. Én pedig azt mondom nektek. Máténál ez az öntudatos, ilyen isteni szuverenitás az, ami miatt Jézust a kortársai, a testvérei keresztre adták. Tehát ez a Márk eleje, ez a Máté eleje. Márk Jézusának első szava azt mondja, térjetek meg, és higgyetek Isten jó hírében, abban, hogy ő és országa lejött a földre, és itt van köztetek. Na most pont erre a kettőre nem volt hajlandó kortársainak zöme. Jézus kortársainak zöme. Nem tértek meg, és nem hittek zömmel. Nem akartak megtérni, megváltoztatni a gondolkodásukat Istenről, sem másról, és nem akartak hinni a felkent Krisztusnak. Úgyhogy Márknál ebből fakad Jézus szenvedése és a kereszt. Lukács Jézusa megint máshogy indít. Ő Izajás szavait olvassa fel a názáreti zsinagógában, mondván, hogy ezek most teljesednek be, és ő pedig a szegények, betegek, foglyok, vakok, süketek megmentésére jött el. Vagyis mindenkihez jött el, és nem pedig csak a zsidókhoz. Na hát ezt nem bírta el, ezt a Jézust, korának bezárkózó, apogányságot megvető, kirekesztő zsidó társadalma. Innen a kereszt Lukácsnál. Végül Jánosnál Jézus első, mondjuk jelentősebb gesztusa nem szó, hanem egy tett. A víz borrá változtatása a kánai menyegzőn, ami nyomban megmutatja istenségét, jegyzi meg János a Szentíró. Azt a héberül kavódnak nevezett dicsőséget, ami csak Istené lehet, és halandói pedig soha. János Jézusa már itt és mindvégig Istenként mutatkozik meg, ellenségei vágya szerint gyarló ember létére Isten fiává teszi föl magát. Jánosnál tehát ezért kell Jézusnak meghalnia. A Jézust a keresztre vívő négyféle ok, ez nem csak, hogy egyszerre igaz természetesen, és egyszerre áll fönn, hanem az a csodálatos, hogy ezek a motívumok, ezek mind a négy evangéliumnak már a kezdetén megjelennek. Ez olyan nagyon drámai vonás. Megjelennek fenyegetőn, és mégis diadalmasan. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!